volt egy kolléga, aztán az átlett egy kétszázat. Behozta a Pécs fölött, és előtt egy 51 át, és már úgy behajtott, hogy akkor arra lefelé is, meg az előttetett. Idén elkezdődött ismételten a Csupaki Boros Toros Nap. Hát 7:30-kor megdöglött a 164 kilós Gizi névre hallgató magyar lapály, igazi magyar fajta sertés. Most jelen pillanatnyilag folyik a pörzsölése, utána a tisztítása, mosása, illetve majd a szétszedése. Ugyanúgy, mint máskor, sütjük frissen pecsenyét, hurkát, kalbászt, készítünk belőle. Még hogy olyan szaporát megy, hogy még azokat is No, tehát ez egy svéd-magyar baráti társaság, a csapat egyik fele Svédországból érkezett, a másik fele Győrből, illetve Budapestről. És mit készítenek? Hát készülünk hagyományos magyar kolbásszal, és mivel hát, ha már egyszer svéd tagjaink is vannak, ezért rénszarvas kolbásszal is készülünk. Köszönöm. Ja. Balatonfüredi Tőlikék vagyunk, Balatonfüredre hatodszor veszünk részt itt a Csupaki kolbásztöltő boros toros versenyen. Balatonfüredi Tőlikék receptje alapján csináljuk, vagy készítjük a kolbászt. Mit? Háromszor vagy négyszer megnyertük az aranyérmet, van nagy aranyérmény, második hely is van. Ennyi, remélem. Csabai. Hagyd ott az ézerveses fel. Nem fog leesni. Nagyon olyan jó rajta van a kezd. Nem, magyaros. Valami nem eszély. Állunk rá. Üres kompálik a sőt. A dréheres izé porrat is lehet. Bérügyesek csapata vagyunk. Micsoda? Idén is a marhára fektetjük a fő hangsúlyt. Erre tárolni. A fűszerezésben nagyon komoly hangsúlyt fejtettünk arra, hogy igen, prémium minőségű fűszerekkel és marhával spékeljük meg a kapott húst, és ezáltal idén is reméljük, hogy ugyanúgy, mint tavaly arany minősítést fogunk elérni, legalább. A csapatunk pedig magasan kvalifikált végzettségű emberek, gyakorlatilag az egyetem óta ismerjük egymást, és minden évben ugyanígy találkozunk, és együtt készítjük el a kolbászunkat. Én Csopaki vagyok, Tőzsgyökeres Csopaki. Szeged. Szeged. Sopronból. Kolbászunk. Az a vagyok, a kockás lesz a hasam. Behajolhatok? Csupaki közös önkormányzati hivatal csapata vagyunk. Minden évben szoktunk indulni a kolbásztöltő versenyen. A kolléganőnk édesapja Hentes volt, és az ő régi-régi receptjét készítjük mindig. Az alapanyagok minőségén próbálunk mindig javítani, hogy egyre jobb és jobb legyen a kolbász, amit készítünk. Yeah.
csak áttalálod. Hát a lálatot hívták a gizi. Egy kis saját főzésű hírsi bálintával megkínálhatnak. Ez milyen kobász? Dehogy nem, mert az uldal kihozta. Ja, hát azt keresem, mondom, nem tudom. Szóval most már 5. éve veszünk részt ezen a rendezvényen, és amennyiben jövőre is megjelenzik, ugyanúgy vissza fogunk térni. Én és keresztapám Nagy Béla, ahogy tavaly is, mi egy nagy család vagyunk. Egyházas keszőt és Veszprémet képviseljük eve nemes rendezvényen. Minden, amit majd itt fognak látni a kis látogatóink, minden házira készült. Az összes bor, pálinka és az összes húsétel, amit kóstolóként fel fogunk szolgálni, az mind házira készült. Egyedül a kenyérsütést nem vállaljuk. Érthető okokból szerintem. Abban vagyon nincsen sok élményünk. Viszont nagyon köszönjük csapatnak, hogy ismét megrendezésre került ez a neves esemény, és reméljük továbbiakban is ki fog tartani. A csapatoknak, hogy 00:30-1:30 itt lesz a zsűri a színpadon, és akkor ide lehet majd hozni nekik a kóstolót, és 2:00 pedig eredményhirdetés lesz. Úgyhogy... Nem baj, ide majd beszorítom, hogy ne lebogjon. Na, ennyibe főzik. Én azt mondom, hogy én hozzám. Arra a fehér, volt egy fehér vájlingban, a nagy. Igen, és a... Jó. Csutaki Kerbarát Gör, akik most 40 éve alakultak, és még mindig évben részt vettek. Kisebb legyen eredménye. Rakni a izét, beletölteni a ilyen pici üvegbe, mert nem is tudom, valamelyik piacon láttam, ilyen kis idős nénik árulgatta. Hogyha csak egy kis már ajándék vásárolni, yeah. Akármi. Most sültik. Ugye nekem általában jó. Jaj, gyönyörű. Yeah.
Hogy kerül az én pálinkás poharam? Kérdez fel utat. Adi, ilyenkor fotózál, hallod? Gyere, Itt van egy bolyóz! Balatoni olasz rizsli! Nem tökkel, jönnek, sok versenyző van, hát aki amit meg tud kóstolni, én azt mondom, hogy kiváló kolbászok készülnek, úgyhogy én is várom a zsűrinek a véleményét. Én azt hiszem, hogy egy szép napot el tud tölteni mindenki, a csapatot választott ezen a szobában. Szerencsére az időjárás is kegyes volt tényleg, ez a legyőri március szombaton. A csopaki borostoros rendezvény már évek a hagyományosabb megrendezésre kerül. Ez egy csopaton, és hát a csapatok minden évben készülnek erre a versenyre, most is szép számmal vagyunk jelen. 2 óra körül lesz egy eredményhirdetés, szakértőként fogja megkóstolni a kolbászokat, és a rendezvény lezárásaként pedig egy remek kis koncertet. Én a szememet nézem, mert akkor zavarba jövök. Szaki, vezet Tibitől, keverd meg azt a forró vizet, Tibi meg csinálja meg a sajtot. Szétrepesztette a Gabi. Persze, én vagyok. Szaki, keverd! Hát nagyon ügyes az ifjú hölgy, kérem. Sopronból jöttem. Hogy érzi magát a hölgy? Remekül. Ugyan élvezem. Jó, ide ügyes a hölgykér. Jó, várj, Ágnes! Nagyon ügyes a hölgykér. Nagyon ügyes. Jó, nézi, csak azt mondja, hogy jön a kormány. Jani, az Ágnes, ott megy ki a fecsúcsú. Azt igazán. Engedj ki a levet! Lukács, látsz! Lőtt a tudnék, Dick, arra nő!
Itt a végét húz, nem, a végét húz. Nem. Igen, de kellő vastagságnak kell lenni, meg keménységnek. Tehát várd, amíg kicsit föltölt, és enged, kicsit gyorsabban. Ez így nem jó. Laza. Ne lesz rajtad, múlik, Zsuzsi. Balaton Firedi vagyok. Nem akarom, hogy úgy járjunk, mint az alsó, és a múlt héten ott is mindenki kussá megézett, csak úgy Köszönöm. Száj, hódra kell tenni, maszkében nem lehet. Nem harap. Na, várjál! Nagyon jó. Csak kérem, és akkor ez tényleg egy fejlesztek, nagyon megy. Kérem tisztelt. Na most akkor nézzük meg, hogy itt. Előre, hogy csúszósa. Ez az. Ez az. Az az. Az a legjobb. Hú, csokon, tetszett gyakorolni az éjjel. Nagyon megy. Nagyon megy, kérem. Ó, de irigyeljük a barátját, Istenem. Ezzel a technikával csokolom, indulhat a csókos programra. Jó technikát, így alul, így, és akkor így, jó? Gyorsan. Sanyi, hagyd a hölgyet élni. Jó. Hát nem baj, egy kicsit tovább tart. Az nem baj. Jó, nem, hát az nem baj. Szeretett te is. Én segítek, jó? Légy szíves, Feri, hogy segítsen. Na. Hát nem is kellünk. Jaj, de ügyes. Az elejétől hát kérem ezt a világhálóra, így ahogy van, fel kell tenni ez. Hadd tanuljanak a fiatalok, hát úgyse tudnak jóformán semmit, úgyhogy... Vége fele lehet gyorsabban, mert akkor már... Bölcsész? Gépész. Ja, gépész. Hát akkor... Ez egy... És milyen gépész már? Én általános lépés vagyok. Általános? Igen. Hát meg tud a hölgy szerelni mindent. Akkor egyet is tekerni rajt, ott az egészen. Úgy, jó, jó, csóval. És akkor megyünk tovább. Már meg lehet segíteni. Azt akkor megint egyet tekerni. És csékőleg. Tekerés. Tekerni rajta, nem? Hogy lemérnék ezeket, akkor szörvelően egyek a helyet. Jó, duma, jöjjön a cucc! Jaj, de ügyes a hölgy! Nagyon nem, jó! Jó fogás, így alulról és akkor így el. Nyugodtan, édes! Még? Hogy nagyon? Annyival is sose egyébként. Jó hosszú kolbász lesz, édes! Így akkor elmutatod. Itt is lehet. Nem kellett, akkor sikítunk. Üdvözletem, Székesfehérvárról érkeztünk ide a Csapati Kolbásztöltő Fesztiválra. 2 évvel ezelőtt, mint csapat is részt vettünk már ezen a fesztiválon. Most csak mint látogató érkeztünk el párommal és barátnőmmel erre a fesztiválra. Most éppen készülünk enni egy jót, és utána utazunk haza Székesfehérvárra. Hogyha nem, így most tekerjél.
Az egészen. Az egészen. Úgy látod, hogy keveredett. Ez az. Igen, igen. Megyed tekerni. Az a. Jó nagyon. Ó, jó, mind a lufi. Ó, jó, fog ez menni. Kicsi csús. Ha vissza utána egy kicsit. Jó, és utána vissza, jó? Persze, okay. Utána meg majd utána jön bele a kolbász. Mindig egy kicsit nyomok előre, hogy kell. Nagyon ős a hölgy. Mikor akar férhez menni, akkor 50%. Már megy asszony. 50%. Igen, igen. Még. Várjunk, az hosszú lesz. Most mit csinálsz? Jó, nem csak idáig kell. Jó, odáig. Odáig, nagyon jó. Jó. És amikor széje van nyomva, akkor egy kicsit ott meg kell. És mit kell még mondani? Ez muszáj? Nagyon szuper volt, megtanultam kovát tölteni. Arról is szól. Igen, 8-10. Sajtó képviselőinek is. Most halljátok. Kétszer születni, már kétszer annyiszor. Gondolnék én is, miért tetszik mindig más. Azonnal feltom a változás. Minden lány szívem más érdekes képék. Egy önző módon mindet szeretni, szűkével álmodtam, barnával érkeztem. Az egyes csapat jelentkezett. Kovácsáció, tudjátok a francia lányokat. Annyira forró van egy legény. Nagyon szépen köszönöm. Kis András vagyok, az Univertől érkeztem. Örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Hát a mai napra talán azt tudnám mondani, hogy több kolbász volt, mint nap. Nem nagyon kedvezett az időjárás. Azt hittük, hogy szép napsütés lesz, mint ahogy indult a reggel, de legalább megúsztuk eső nélkül. 10 csapat készített kolbászokat ezen a napon. Az első 3 helyezett kiváló kolbászokat csinált, a második, harmadik helyen nagyon komoly boxmeccs volt itt a zsűriben, hogy aztán eldöntsük, hogy kié lesz a második, harmadik hely. Az összes többi is egy jó átlagos disznóvágásnak az eredményét tükrözte. Talán 1 vagy 2 olyan kolbász volt, ami nem ütötte meg a szintet, de hát ők még gyakorolnak, és majd talán a következőkben jobban sikerül nekik. Köszönöm. Jó napot kívánok! Sziasztok! Sok szeretettel
köszöntök mindenkit. Megküzdöttek a csapatok, mindenki helyt állt rendesen. Hát ma elmondhatjuk erre a mai napra, hogy több kolbász, mint nap. Jól sikerült mindegyik. Tulajdonképpen a három legjobban sikerült munka az annyira egymáshoz közel volt, hogy egy kis ilyen szkandállal kellett eldöntenünk, hogy akkor mi legyen az eredmény. Azért nagy nehezen megszültük. Hála Istennek a Réka itt volt, úgyhogy rendet tartott közöttünk. Tulajdonképpen néhány helyen tapasztaltuk, hogy nem sült úgy meg a kolbász, tehát nyers volt a közepe, az nehezen értékelhető, vagy esetleg fűszerzési problémák voltak egy-egy munkánál, de összességében mindegyik egy jó hangulatú disznóvágásnak a végeredményét tükrözte. Úgyhogy köszönjük mindenkinek a munkát, és remélem, hogy elégedettek lesznek majd az eredménnyel, vagy lesznek az eredménnyel. Bár azt előre el kell, hogy mondjuk, hogy meg voltunk vesztegetve minden csapat által, úgyhogy ez egy ilyen bunda volt, de hát reméljük, hogy azért elégedett lesz az eredménnyel mindenki. Szia, Endre! A versenyen bronz minősítést nyert a kolbász csapat. A Borbarátok csapat. Borbarátok csapat. Nevű csapat. És szintén bronz minősítést nyert a svéd húsgombócok csapat. És ért. Ezüst minősítést nyert a füledi töltikék nevű csapat. Elárultál. És hát most már a verseny legizgalmasabb részéhez érkeztünk, az első három helyezett következik. Harmadik helyezést ért el, és így arany minősítést kapott a bélügyesek csapat. A csopaki borosoros alkalmából megrendezett versenyen a Csopakpalóznak Horgász Egyesület. A csopaki borostoros alkalmából megrendezett kolbásztöltő versenyen nagy arany minősítést ért el a Megmentő. Legötletesebb töltőhely az szintén a mentősöké lett az én megítélésem szerint. Kis András urat megkérem, hogy jöjjön ide, hogy ő is elmondhassa. Én a különdíjamat az egyes csapatnak szeretném adni. A kolbász csapatnak. Az ilyen kolbász, hogy tűzett a legjobban a kislányban. Sok egy plusz koncerttel várjuk önöket. Azzal zárjuk a borostorok. A kolbászról, a Balatonról, az együttlétről szól, ebbe bármikor jó érzés belecsöppenni. Engedjétek meg, hogy bemutassam bájos művésznőnket, Garda Zsuzsannát. És aki gitáron fog varázsolni ma, az pedig nem más, mint Benkő Zsolt, ez a Garda Benkő Blues Duo. Érezzétek jól magatokat, ígyatok egyetek, legyetek együtt. Didn't I make you feel like you were the only man? Oh, didn't I give you nearly everything that a woman possibly can? But when all love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Say, come on, come on, come on. Take a moment, you'll be so hot now, baby. Thank you.
Thank you.